A könyvautomata pár napja érkezett Pécsre, de már is sokan felkeresik, érdeklődnek a benne található zsebkönyvek iránt. Zömében fiatalok, de bármely korosztály talál kedvére való olvasmányt a mini kötetek között. A szellemi kultúra is nagyon fontos az embernek, de nem mindenki tud eljutni a színházba, és hogyha valaki olvasni akar, vagy egyáltalán rálátást kap, hogy érdemes-e neki elmenni, vagy nem, szerintem mindenképp jó ötlet. Az országos terjeszkedés után Pécsre is megérkeztek a pocket zsebkönyvek automatában. Általuk szép irodalmat, verses kötetet ajánlanak híres művészek, zenészek, írók, költők, így például Töröcsik Mari vagy Presser Gábor is az ajánlók közé tartozik. Az országban több helyen már sikert arattak a zsebkönyvek, most Pécsett is lehetőség kínálkozik bárkinek, hogy a színháztéren a Pécsi Nemzeti Színház jegypénztára előtt található automatából hozzájuthasson. A pocket zsebkönyv automata kezdeményezés egy nagyszerű kezdeményezés, én már hallottam róla korábban is, az ország több pontján találhatóak ilyen automaták. Én nagyon hiányoltam Pécsről, megmondom őszintén, úgyhogy nagyon örültem, mikor két napja ez ide megérkezett. Az automata tel is tele van jobbnál jobb könyvekkel, amiket különböző színészek, írók, költők és zenészek ajánlanak az olvasók számára, és valóban egyik könyv sem nagyobb egy mobiltelefonnál, egy okostelefonnál, úgyhogy nagy örömmel láttam, hogy a járókelők már nagy érdeklődéssel figyelték, hogy milyen könyvek találhatók az automatában. A pocket zsebkönyvek egy 2018 áprilisában indult kezdeményezés, melynek célja minőségi irodalom terjesztése automatából. Mindez elérhető áron, tömegközlekedési eszközökön is könnyen olvasható zsebkönyvformában. A kezdeményezés 2018 április 11-én a Magyar Költészet napján indult útnak.